Áprilisban vérüket adták a harmonos dolgozók azért, hogy másokon segítsenek. A cégnél századszor szervezték meg a segítő akciót még tavasszal. De nem csak évközben, nyáron is fontos vért adni, mondja Molnár Dorottya, Fejérvár megye véradás szervező koordinátora. Napi szinten ugyanis átlagosan 1600-1800 véradóra lenne szükség a megfelelő mennyiségű vérkészlet biztosításához itthon. Itt van nekünk a június, július, augusztus, amikor az emberek lazábbak, mindenki nyaral, mindenki jól érzi magát, mindenki elmegy a Balcsira, illetve a Velencei tóra fürdeni, és ugye ilyenkor elfelejtkeznek arról, hogy vért kéne adni, és sajnos nekünk ebben az időszakban is ugyanolyan fontos a vér készlet pótlása, ugyanis ebben az időszakban is sajnos nagyon-nagyon sok beteg vár vérre, nagyon sok olyan beteg van, akinek folyamatosan vérkészítményre van szüksége. És nem csak a Magyar Vöröskereszt honlapján, hanem annak új véradás elnevezésű telefonos applikációján keresztül is bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről, időpontokról. Ki kell tölteni, hány évesek vagyunk, mikor adtunk utoljára vért, és onnantól kezdve a telefonunk számol mindent, figyelmeztet, hogy mikor jár az 56 nap, mikor mehetünk is vért adni, illetve be lehet állítani, hogy milyen, mekkora vonzás körzetbe dobálja fel nekünk a lehetőségeket a telefonunk. Ha segíteni szeretnénk, irányított véradásra is van lehetőség, ez bármelyik véradási helyszínen megoldható. Ilyenkor szükség van az adott beteg nevére, tajszámára, az mindegy, hogy melyik egészségügyi intézményben látják el éppen, a vért bárhol megkaphatja. Fejérvár megyében az a tapasztalat, hogy átlagosan 30-60 fő vesz részt a véradásokon. Ezek 80%-a a települések művelődési házaiban zajlik, a többi pedig cégeknél.